Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Varró István szakiskola asztalos műhelyében. Kis László faipari szaktanárral beszélgetünk, hiszen mögöttünk javában dolgoznak a diákok. Mit is csinálnak, arról fogunk most beszélgetni. Kik vannak most itt ebben a műhelyben? Üdvözlöm én is a nézőket. Ebben a műhelyben most az iskolánk tanulói a határtalanuló program keretein belül hozzánk megérkező székelykeresztúri diákokkal vegyítve dolgoznak. A program keretein belül készítünk különböző termékeket, például kis fali szekrényeket, vagy éjjeli szekrényeket a kórház részére, és most éppen ezeket készítik a diákok. Éllezárás folyamata látszik most éppen, valamint az ajtóknak a pántjának a felszerelése a következő folyamat. Előre dolgozunk, hogy a későbbiek folyamán valószínűleg holnapi nap alkalmával összeállítjuk a szekrényeket, elkészítjük őket, és az utólagos kis fogantyúk felhelyezése, polcok berakása, ez lesz majd a záró folyamat, és azért nem látszik most látványosabb munka, mert hogy ugye az előkészületek mindig sokkal nagyobbak, mint maga a záró folyamat, de ha minden jól megy, akkor holnap már teljesen elkészülnek a szekrények, amiket majd átadunk szombati nap alkalmával. A programnak azért az is része, hogy ismerkedjenek egymás oktatási rendszerével, tehát most a keresztúri diákok vannak itt, önök is készülnek majd hozzájuk, viszont egy kopjafa is készül. Igen, ezt jól tudják. Kimunkáltuk a kopjafákat, és a faragását tegnap már elkezdtük a gyerekekkel. Elődolgoztunk egy picit, ugyanis egy héttel hamarabb mi már felrajzoltuk a kellő motivumokat, és bevallom, hogy ez nagy feladat volt nekünk, mivel Székelykeresztúr, hogyha mondhatom így, ugye a székelyek igazi hazája, ahol a kopjafáknak a minősége hát magasan a többi faragás fölött áll, én úgy gondolom. És mi, akik nem szoktunk ilyeneket készíteni, nekünk ez igazán nagy kihívás. Úgyhogy oktatófilmek tömkelegét néztük meg, faragókönyveket lapozgattunk, és nagy lendülettel és önbizalommal látunk oda. És pillanatok alatt rájöttünk arra, hogy ez egy külön mesterség. Ide külön úgy kell hozzáállni, és gyakorlatnak kell lennie. Próbáljuk elkészíteni egy olyan minőségű kopjafát, ami a székelyek hazájában, a kopjafák hazájában is igazán megállja a helyét. Remélem, hogy sikerülni fog. És már most látom azt, hogy mennyire büszkék lesznek az ottaniak, hogy mi készítettük, és hogy mi mennyire büszkék leszünk arra, hogy mi készítettünk nekik egyet. Szerintem ez nagy elismerés, hogyha mondhatom ezt. És ez mikor kerül ki Székelykeresztúrra? A program második felében lesz egy olyan, hogy amikor a karcagi diákok mehetnek Székelykeresztúrra, ez május 26-án indulunk, és 30-áig tart a program második része. Tehát elutazunk, és közben, hogy most melyik nap, ezt sajnos nem tudom, ahogy a programban le van fektetve, az elején, a végén, vagy az utolsó záró átadás lesz, ezt nem tudom pontosan, de átadásra kerül egy a felavatásra, ugyanúgy, mint ahogy 2 évvel ezelőtt már a Kunkapu is elkészült, az Egydomokos iskolának az udvarára készítettünk egy gyönyörű szép kunkaput, mint egy jelképes kaput, hogy a Székely kapu és a Kunkapu átjárót nyit a két testvérváros között, bocsánat, mert még nem vagyunk testvériskola, de reméljük, hogy hamarosan azok leszünk. Tehát a két testvérváros között egy átjárót szimbolizál, és hogyha mondhatom ezt az átjáró fejben, lélekben, ez már sikerült, ugyanis nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az ottani diákokkal, pedagógusokkal, tanárokkal, az önkormányzat dolgozóival, és ugyanúgy mondhatom azt, hogy ők is hasonlóképpen vélekednek a mi diákjainkról, dolgozóinkról, önkormányzati képviselőkről. Egyre szorosabb a kötelék, a kapcsolat. Remélhetőleg ezt a szép hagyományt és munkát fogjuk még ápolni továbbra is. Jövőre szintén készül egy pályázat, hogyha mondhatunk előfutóban. Nem tudom, hogy megnyerjük-e, nagyon remélem, hogy igen, és akkor újabb produktumokat készítünk közösen a két iskola diákjaival, és hát nagy lendülettel állunk a következő munkák elé. És hát azt hiszem, az is dicsertes dolog, hogy ajándékot készítenek a kórházba, hiszen 2 évvel ezelőtt kis székeket készítettek a gyerekosztálynak, most pedig tényleg olyan praktikus dolgokat, amelyeket tényleg tudnak a betegek is használni. Ez is egy fontos része, azt gondolom, hogy már most megtanítani a gyerekeket arra, hogy figyeljenek erre a későbbiekben is. Igen, nagyon fontos a diákok számára bemutatni és belőjük nevelni azt, hogy nem csak
kapni jó valamit, hanem adni is. És hogyha egy olyan tevékenységet végzünk, ami egy alkotó tevékenység, egy produktumot állítunk elő, és látjuk azt, hogyha valaki ténylegesen rászorul ezekre a termékekre, ezekre a használati tárgyakra, hiszen ezek mindennapi használatba kerülnek, látjuk azt, hogy mennyire fontos, mennyire szép, mekkora örömet okoztunk ezzel, sokkal lelkesebben fogják elkészíteni azokat a termékeket, és hogyha mondhatom ezt így előre, nagy szüksége van tényleg akár a kórházunknak, akár az iskolának, mindenféle olyan támogatásra, amit csak úgy tényleg az önünkbe cseppen, ha szabad ezt a csúnya szót mondanom, mindent, amit úgy kap az ember, annak kifejezetten hálás, kifejezetten örül, és ha mindennapi használatban ezeket használja, mindig rám fognak gondolni, hogy ezeket mi készítettük el, és az iskolánk és a zenidomokos iskolának a dolgozói, tanulói készítették el. Még ha van is egy pici hiba, ugyanis tanulók készítik, az örömmel fogja látni az a tanuló, hogyha mondjuk 15-20 év múlva visszamegy, teszem fel a kórházba, és meglátja, hogy na, azt ott én karcoltam bele abba az élfúrjázásba, vagy én ütöttem le a sarkát, emlékezni fog rá, és ez is egy fontos szempont, én úgy gondolom. Sokat tanulhatunk a hibáinkból. Jó munkát kívánok még a következő napokra önöknek. Nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy jövőre is találkozunk egy ilyen riport keretében. Az Zágydomokos Iskolában Vasi Bolya faipari szaktanárnővel beszélgetünk. Önök is már másodszor vannak itt, és gondolom, hogy örömmel érkeztek Karcagra. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát elsősorban helyesbítenék, harmadik szor vagyunk itt nagy örömünkre, és ez alkalommal 13 diák és két kísérő tanár segítségével érkeztünk a határtalan pályázat keretén belül Székelykeresztúrról, az egy domokos technológiai liceumból, és a projektnek két része van, amit egy elméleti produktum, amikor a diákok összehasonlítsák az itteni szakoktatást, a duális szakoktatást a nálunk zajló szakoktatással, és a gyakorlati produktum az a termékek, amelyeket itt a Karcagi iskolánál, és majd Keresztúron van egy elhelyező központ a hátrányosan, súlyosan sérült gyerekeknek, és oda fogunk készíteni éjjeli szekrényeket, fali polcokat. Mi most otthonról készen elhoztuk a fogast, a kis gyerekjátékot és virágtartókat, és ugyan azokat visszük majd oda hozzánk az elhelyező központhoz is. Nagyon vendégszeretőek az itteni diákok, tanárok, kollégák, és nagyon jól érezzük magunkat, ezt tudom mondani a diákok nevében is, és amellett, hogy szakmai programokon veszünk részt, nagyon jó kulturális oldala is van, és voltunk már a határtalan projekt keretén belül Budapestre, most ez alkalommal Egerbe fogunk ellátogatni, Berekfürdőre fogunk menni, lovaskocsikázásba lesz részünk. Úgy látom, hogy nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki diák-diák között, és ugyanezt mondhatom, mi tanár kollégák között is nagyon jó szoros kapcsolat van. Nagyon jó az együttműködés, és úgy gondolom, hogy lesz ennek még folytatása, tehát a jövőben is még lesznek remélhetőleg sikeres projektek. Milyen különbséget lehet a két iskola oktatása között, tehát szakmailag vagy elméletben, mi a különbség? Van egyáltalán különbség? Tehát különbség is van, és hasonlóság is. Tehát nagyon hátrányos helyzetben vannak a szakmai oktatásban részesülő diákok, tehát nagyon le van értékelődve a szakember képzése. Nem tudom, mi ennek az oka, talán mindenki felsőfokú oktatásba akar részesülni. Ezt az itteniek által elmondottak alapján is észleltük. Nálunk most átalakulóban van a szakiskolai képzés, 3 éves lesz a szakiskola. A 9. osztály még ilyen általános képzésnek bizonyul, és 9. osztály után még van egy ilyen átjárhatósági lehetőség, a diákok egyik szakról átiratkozhatnak a másik szakra. Én úgy látom, hogy itt abban van jobban támogatva a szakoktatást, hogy a partner cégek kapnak állami támogatást azzal, hogyha diákokat foglalkoztatnak. Nálunk ez még nagyon gyerekcipőben jár, tehát vannak kezdeményezések, de gyakorlati megvalósítása ennek még nem volt ennek a részének. Tehát olyan támogatásban részesülnek nálunk 10-11. Osztályban, hogy az iskolában kapnak 200 lejt, ami olyan
ez 15 ezer forintnak felel meg, de a vállalkozó, a partnercég az semmi támogatást nem kap azzal, hogy foglalkoztassa ő a diákot. A hasonlóság az, hogy itt is látom, hogy az a tendencia, mint nálunk, hogy minél többet a gyakorlatot a partnercégeknél szerződések alapján végezzék a diákok. Tehát akkor még önök is jönnek ide többször, meg, mint mondta az előbb is Kis László is, hogy mennek majd a karcagiek is önökhöz. Milyen meglepetés, most úgy sem hallják, milyen meglepetésre számíthatnak? Lesznek-e ott is hasonló programok, mint amit önök itt most részt vesznek? Igen, tehát ott is tehát a végső munkákat, hogy a terméket befejezzük, azt közösen fogjuk elvégezni, közös kirándulásokban lesz részünk, tehát gondolom a Sóbányához fogunk ellátogatni, Gyilkostó, Békási szoros, fogjuk követni a fának az útját az erdőtől a bútorkészítésig, úgyhogy valószínű ilyen fakitermelő helyekre fogunk menni, hogy lássák, hogy a rönkökből hogy készül a fűrészáru, mert abban már inkább jártassuk a diákok, hogy lássák, hogy a fűrészáruból hogy lesz a késztermék. A hagyományos ételekre hívjuk meg, már itt volt egy ilyen gasztronómiai előadás, és rájöttünk, hogy nagyon különbözik például a disznóvágáskor a disznó hurka elkészítése, és megígértük, hogy meghívjuk az ottani ízek szerint elkészített disznóvágásos kóstolóra, és reméljük, hogy nagyon fog ízleni nekünk. Még amiről szó esett, a túrós kulisszát nem ismerik, és úgy gondoljuk, hogy meg fogjuk kóstoltatni velük ezt az ételt, és reméljük, hogy fog ízleni. Reméljük, hogy még sokszor lesz pályázat, ilyen határtalanul pályázat, és akkor találkozhatunk Karcagon. Minden esetre én hasznos munkálkodást kívánok önöknek itt, és fogadják karcagiakat pedig a hónap végén szeretettel. Hát én is annak reményében búcsúzom, hogy nem utolsó alkalommal vagyok itt, és nagyon remélem, hogy még sokszor találkozunk, és nagyon jól érezzük mi itt magunkat, és majd akik odajönnek, ott náluk jól érzik magukat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!